A Bácskai Kultúrpalotában köszöntötték a Bajai Rendőrkapitányság nyugdíjba vonuló vezetőjét. András István ezredes 2005 óta tölti be a tisztséget a Bajai Kapitányságon. Az eredetileg növénytermesztéssel foglalkozó előjáró 1983-ban kezdte meg rendőri pályafutását a Kecskeméti Városi Járási Rendőrkapitányság bűnöldözési alosztályán. Első tiszti kinevezését 1989-ben vehette át, az elmúlt évtizedekben pedig számos kitüntetéssel jutalmazták kitartó és eredményes munkájáért. 17 évvel a kapitányi kinevezését követően nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonul. Ebből az alkalomból csütörtökön a város és a helyi közintézmények vezetői méltatták az ünnepeltet. Nyiraték Lára köszöntőjében kiemelte, az elmúlt évtizedekben jelentősen javult a közbiztonság Baján. Közös erővel, együtt gondolkodással tudjuk csak megvédeni azt, ami a miénk. És azt is jelenti, hogy a biztonság mindennél fontosabb, mindenki számára. András István vezetése alatt több fejlesztés valósult meg a Bajai Rendőrkapitányságon. Nevéhez kötődik többek között a térfigyelő kamera rendszer kiépítése. A korszerű berendezések több esetben segítették a folyamatban lévő bűnügyek megoldását. A kapitány családi okok miatt kérvényezte a nyugdíj előtti leszerelését. Büszke vagyok rá erre a csapatra, és jó érzés az, hogy rájuk hagyhattam. Ami egy picit kellemetlen az, hogy hát ez a döntés úgy született meg bennem, hogy a szüleim nagyon idősek, gondozásra szorulnak, és hát belülük táplálkoztam fiatalon, a szemük fénye voltam, ahogy rendőri pályafutásom során mentem előre, most pedig nekik van szükségük rám, állok rendelkezésükre, és inkább feladom a pályát, és gondozom őket. Július 1-től Horváth Róbert veszi át a vezetői feladatokat a Bajai Rendőrkapitányságon. A bácsalmási születésű alezredes 25 év szakmai tapasztalattal rendelkezik, ebből 23 évet a Bajai Kapitányságon töltött. Ezt a megtisztelő feladatot próbálom olyan tisztelettel és becsülettel végezni, ahogy azt kapitány úr tette. Egy nagyon kiváló kapitányságot veszek át, nagyon kiváló csapattal. Bízom benne, hogy azt a folyamatot és munkát, amit kapitány úr elkezdett, azt fogom tudni folytatni. Azért, hogy ez a város, ez továbbra is ez a biztonságos, nyugodt és csendes, de élhető város maradjon, ami eddig is volt. A statisztikák szerint az elmúlt másfél évtizedben az erőszakos bűncselekmények, a személyi sérülések és a közúti balesetek száma egyaránt csökkent. Az állomány pedig azon dolgozik, hogy a jövőben még jobb legyen Baján a közbiztonság.